Nagyon őszinte szívvel gratulálok Szűcs Zsoltnak, nagyon csodálatos bort állított elő. Ilyen vörösbort szinten nagyon ritkán lehet találni, egy kellemes tisztasága, kiváló, nagyon kellemes, intenzív illataromája, és az ízaromák kölcsönösen kiegészítik, fokozzák az íz élvezeti értékét, a bor élvezeti értékét, úgyhogy megérdemelten veheti át ezt a megtiszteltető díjat, és gratulálunk neki, és azt kívánjuk, hogy ilyen sikerekben legyen még részletek. A 2019-es évjárat országos szinten a kimagasló évjáratok közé fog tartozni, és mindez visszajelzésként megjelent a több éves hagyományokkal bíró Csíkos-Tőtösi bor és pálinka versenyen, mondta Kovács János borszakértő. A helyi és a környékbeli termelők 27 bor és 55 pálinka mintát adtak le. Az első borverseny után már nagyon pozitív a tapasztalatom a borok minőségét illetően. Azt tudjuk, hogy országos szinten is, bár az időjárás mindenben nem kedvezett a szőlő termesztéknek, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy a 2019-es évjárat országos szinten a kimagasló évjáratok közé fog tartozni. Itt Csíkos-Tőtösön mi ugyanezt tapasztaltuk, a borok nagyon szép, bársonyosak voltak, nagyon jó volt az ízharmóniájuk, nagyon jó volt a lecsengésük, úgyhogy kiváló minőségű borokat kóstolhattunk, mind a fehér borok, mind a rozé borok, mind pedig a vörös borok esetében. Na most azt azért természetesen el kell mondani, hogy mindig vannak hibák, itt is követtek el kisebb-nagyobb hibákat, ezekre a termelők figyelmét felhívjuk, hogy a jövőben jobb minőségű borokat tudjanak előállítani, hisz ez a célja ennek az egész tevékenységnek, és általában nagyon szívesen meg is fogadják a tanácsainkat. Reb Imre polgármester elmondása szerint fiatalodik azoknak a köre, akik beneveznek a bor és pálinka versenyekbe. Mindez annak köszönhető, hogy a zsűri kritikus szemmel, de jó pedagógiai érzékel áll hozzá, hogy az ő általuk előállított boraikat, pálinkáikat értékelje. Láthatóan fiatalodik a korosztály, aki a bor és a pálinka versenyeken megjelenik. Ezt köszönhetjük annak, hogy a zsűri is kritikus szemmel, de jó pedagógiai érzékel áll hozzá, hogy az ő előállított boraikat, pálinkáikat értékelje, próbál hozzátenni ahhoz, amit a saját maguktól megtapasztalnak. Itt ez alatt a 13 év alatt, amióta nálunk ez a bor és pálinka mustra van, azóta egy olyan kis közösség kovácsolódott össze, akik a helyiekből szinte minden alkalommal itt vannak, és mivel hírek van annak, hogy itt azért minőségi termékek vannak, és nagyon jó zsűri bírálja a felhozott párlatokat és borokat, ezért egyre többen jönnek, és a fiatalok is vállalják azt, hogy foglalkozzanak a gyümölccsel, foglalkozzanak a szőlővel, és megvan a technikai felszerelésük ahhoz, hogy jó minőségű italt saját maguknak és a barátaiknak, vendégeiknek oda tudjanak tenni az asztalra. Az ünnepélyes eredmény hirdetésen a boroknál 14 arany, 7 ezüst és 6 bronz oklevelet osztottak ki. A pálinka mustrán a sárga barack bő termésének köszönhetően ez a gyümölcs vitte el a prímet. A gyümölcs valójában középminőséget adott. Aki aranyérmet kapott a pálinkájára, nagyon nagy dicséret illeti, gondos munkával lehetett ezt csak elkészíteni. Itt a főzőberendezéseken, a főzdéken, az otthonfőzésnél, a gondosságon, tisztaságon is múlik a pálinkának a minősége. A tavalyi évben nem volt jellemző a nagy mennyiségű törköly pálinka a gyümölcs termés miatt. Sajnos előtérbe szorult az, hogy valakinek van gyümölcspálinkája, akkor a törköly pálinkát már nem készíti el, mellékes pálinkának tekinti, holott a legegészségesebb pálinkánk a törköly, a szőlőmag és a szőlőmag olaj miatt. A pálinkáknál a bíráló bizottság elnöke 15 arany, 12 ezüst és 28 bronz oklevelet adott át. Az év bora díjat Szűcs Zsolt, Zweiger bora, az év pálinka díjat Csepregi Lőrinc Anikó megypálinkája nyerte el.